Oh.
szintén itt van Vizeli Károly és Nagy Péter az All-Star-ban megúrja negyedik helyén. Ők is oda csapták a hátát, nem baj. Ezen az oldalon. Ott is? Aki nem csapja oda a zsigulő hátulját, az nem ment lendületesen. Ennyire egyszerű. Vizeli Karcsi, az oldal is. Karesztésének és egy nagy tapsot kérjük szépen! Itt a Vizeli Károly és Nagy Péter! Leó! És ez, ami az arcukra van írva, ez egy nagyon fontos momentum. Ferenc, gyorsan veled is egy 2 percet hajtumáljak, hiszen azért volt egy előttes kitérés. Én azt hiszem, hogy mindenki ebből lát téged szívesebben. És most őszinte vagyok, az én véleményemet mondom. Úgy gondolom, hogy kicsit jobban is érezzük magunkat benne. Felhőtlen, igazából kötelezettségmentesen lehet autózni, felszabadultam. Nagyon boldogok vagyunk. Sőt, nagyon boldogok vagyunk, hogy most itt vagyunk a céldobogón. Sajnos idén egy fekes szériát toptunk ki, és nem volt még céldobogónk az idei éven. Most ez nekünk sokkal többet ér, mint 10-es hely. Igen, mert ugye a motor problémákkal küzdöttek, ha jól tudom. Most egy picit sérült a hátulja, de ez benne van a pakliban, hiszen mondom, hogy a zsugulis brigádnak, hogyha a hátulja nem törik össze, akkor nem volt meglódítva. Viszont azt tapasztaltuk, hogy irgalmatlanul mocskosul szó. Igen, hál' Istennek nagyon jó az erőmű benne, élveztük végig. A pályák egy kicsit keskenyek voltak, a közülkezelők túl kirakták a táblákat, és mind a két oldalt elkaptuk a hátuljával a táblát. De szerintem látványos volt. Bízok benne, hogy a nézőknek tetszett, amit csináltunk. A tegnapi napon biztos, ezt valósíthatjuk. Köszönjük szépen az élményeket, vigyázzatok magatokra, szervusztok, Vizeli Karcsi, Nagy Petivel! Bravo! És jön egy újabb nagy visszatérő, Csigoly, Balogh Balázs, évek óta...